Sziasztok, Józsics Márta vagyok, a Szabadkai Jóány Jóányú Általános Iskola Tanára. Ma az ötödik esélyeknek fogunk a természetes számokról, számegyenes számok összehasonlításáról beszélni. Az előző pár alkalommal egyrészt beszéltünk a természetes számokról, másrészt a halmazokról. Mivel most már tudjuk, hogy mit jelent egy halmaz, akkor azt is tudjuk, hogy a természetes számok, az egytől végtelenségig tartó számok mind egy halmazba kerülhetnek, mert van egy közös tulajdonságuk, mégpedig az, hogy mindegyik kettő között egy a különbség. Természetes számoknak csak apró ismétlés, természetes számoknak nevezzük azokat a számokat, amelyek a dolgok, tárgyak megszámlálására szolgálnak, így alakultak ki, vagyis az egy dolog, egy gyest ér, két dolog, kettest, három darab, háromast, és így tovább. A természetes számok halmazát, mivel sűrűn előfordul, és gyakran használjuk, hogy ne kelljen állandóan három ponttal írni, mert végtelen, egyszerűen egy nagy N betűvel jelöljük, és mondtuk, hogy a halmazokat nagy betűkkel jelöljük. Viszont, mivel ez a természetes számok halmaza az egész világon, ezzel az N betűvel használatos, ezt az N betűt, hogy ne keverjük össze bármelyik másik N nevű halmazzal, ilyen vastagított szárú N betűként írjuk. Úgyhogy a helyet, hogy kiírnánk, hogy záruljál 1, 2, 3, 4, 5, és így tovább három pont, ehelyett írunk csak egy, egy, ilyen nagy N betűt, N nevű halmaz, és mindenki tudja bárhol a világon, hogy ez a természetes számok halmazát jelöli. De azt mondtuk, hogy a számok úgy jöttek létre, hogy egy dolog az az egyes, két dolog az a kettest jelöli, és így tovább. De mi a helyzet, hogyha ezeknek a bizonyos dolgoknak a halmaza üres? Említettük a múltkor az üres halmazt, az olyan halmaz, amiben nincs semmi. Ennek is valamilyen jelet kell adni, hát ez lesz nekünk majd a nulla, ugye a semmi. Nincs benne semmi, tehát ez a nulla. Ez is egy szám, de természetes számé. -e. Ez egy olyan kérdés, amire nincs egyértelmű válasz, megosztva a világ e körül. Vannak akik a természetes számok közé sorolják, és vannak, akik nem. Mi az a csoport vagyunk, akik nem, tehát természetes számok halmazába az 1-től fölfelé tartozó számok vannak. Ha a nullát is besorolom ebbe a halmazba, akkor a természetes számok nullával bővített halmazát fogom kapni, és ezt így jelölöm, hogy ide egy picikis nullát leteszek a jobb alsó sarkába az ennek és így különböztetem meg a két halmazt. Tehát, ha csak az n betű van, akkor az az egyelkezdődő valóban az igazi természetes számok halmaza. Ha a nullát is hozzáteszem, azt mondom, hogy ez a természetes számok nullával bővített halmaza, amit pedig ezzel az n nulla jelöléssel fogok írni. Hozzá kell, hogy tegyem tekintettel arra, hogy magyarul tanulunk magyar, biztos, hogy nagyon sok magyarországi videót is néztek, vagy könyveket olvastok. Magyarországon a természetes számok halmazában a nulla is beleszámít. Tehát, hogyha magyarországi kiadású könyveket vagy videókat nézték, ne lepődjetek meg, hogyha ott az ennél jelölt halmazhoz hozzátartozik a nulla is. Ez nem Magyarország-Szerbia között eldöntetlen probléma, ez az egész világban két kétfelé osztva, tehát csak hogy tudjatok erről is. Nézzük, hogy a természetes számok halmazára mi minden jellemző. Sokszor elmondtuk már, hogy a két szám közötti különbség az mindig egy. Vagyis bármelyik számot válasszuk ki, az mindig egyel nagyobb az előzőnél, és egyel kisebb a rákövetkezőnél. Nevezzünk, Hát, hogyha N betűvel jelöltük a természetes számok halmazát, azt mondtuk, kis betűvel fogjuk jelölni az elemeket, akkor legyen egy kis N, egy bármilyen szám a természetes számok halmazából. Ezt matematikai jelekkel így írjuk, hogy N eleme ennek. Ennek a megelőzője, akkor az egyel kevesebb lesz, ha N volt a számunk, akkor az egyel kevesebb az az N-1. A rá következője egyel több, vagyis N plusz 1 lesz. Példaként, hogyha az N-re Ötös értéket veszek, annak a megelőzője négy lesz, a rákövetkezője 6. Itt főleg a szavak véget ismételgetem, ha n 17, ennek a megelőzője 16, a rákövetkezője 18, mert meg kell tanulnunk ezeket a fogalmakat, meg a szavakat is használni. Jön megint egy kérdés. Mi a helyzet, hogyha mi ennünk az előző meséből, tehát a mi természetes számunk egy? Mi van akkor a megelőzővel, meg a rákövetkezővel? Hát itt most két esetet kell figyelme vennünk. Amennyiben mi a nullával bővített természetes számok halmazán vagyunk, abban az esetben az egyesünknek van megelőzője, mert a nulla is ehhez a halmazhoz tartozik. A rákövetkezője természetesen az egynek a kettő. Viszont, hogyha az én ennem kiválasztott számom simán a természetes számok halmazából van, akkor az egyessel kezdődik. Ő a legkisebb szám, és neki ebben az esetben nincs megelőzője, van csak rákövetkezője, ami a kettő. Ezzel csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy mennyire fontos arra odafigyelni, hogy mi melyik halmazon vagyunk, és melyik halmazban vannak meghatározva a mi elemeink, amikről beszélünk. Ha tudjuk, hogy a természetes számok halmaza így van fölállítva, ahogy, már pedig ezt tudjuk, akkor azt is tudjuk, hogy minden kettő darab természetes számról meg tudjuk állapítani, hogy melyik a kisebb és melyik a nagyobb. Ezáltal ezt a halmazt rendezett halmaznak nevezzük, azért mert sorba tudjuk őket rakni, tehát nem mindegy, hogy milyen sorrendbe írjuk őket pontosan tudjuk, hogy a háromast meg az ötöst, ha összehasonlítom, a három kisebb, mint öt, a 19 nagyobb, mint 14, én azt hiszem, hogy ezt a jelöléseket, ezeket a jelöléseket már használtátok. Lehet, hogy ezt a kettőt nem, ezt úgy olvassuk, hogy x kisebb vagy egyenlő, mint 4, y nagyobb vagy egyenlő, mint 9. Mit jelentenek? Nem csak a kisebbet, és nem csak a nagyobbat, hanem lehet egyenlőség is. Mi az, hogy három kisebb, mint öt? Hát a három abszolút kisebb, mint öt, ezt tudjuk, persze, itt nincs kérdés. De nem engedjük meg az egyenlőséget. Tehát ha azt mondom, hogy keresek egy olyan számot, ami kisebb, mint öt, ezek a számok mik lehetnek? Egy, kettő, három és a négy. Ezek azok, ami kisebbek. Viszont ha kisebb vagy egyenlőről beszélek, akkor az egyenlőség is engedélyezett, tehát az ötnél kisebb vagy egyenlő számok, közé tartozik az ötös is, mert az egyenlőség is lehetséges. Ez a különbség a jelek között. És akkor nézzük a számegyenest. Mi a számegyenes? A számegyenes egy olyan egyenes, az az egyelőre számunkra még csak egy fél egyenes, ami arra szolgál, hogy könnyebben tudjuk mindezt, amiről az előbb beszéltünk, ábrázolni, és ha ábrázolom, általában amit ábrázolunk, az sokkal könnyebben Látjuk, sokkal könnyebben tudjuk megérteni. Hogyan fogjuk ezt a számegyenest felállítani? Tehát rajzolunk egy egyenest, mi esetünkben még mindig fél egyenest. Fél egyenes azt jelenti, hogy van egy kiinduló pontja, egy kezdőpontja. Kezdőpont legyen a nulla pont. Ezt, az egy, ezt a fél egyenest egységszakaszokkal, vagyis egyenlő hosszúságú szakaszokkal fogom felbontani azt, hogy ezek a szakaszok milyen hosszúak, teljesen lényegtelen, az a fontos csak, hogy egyformák legyenek, és ez a legfontosabb. Tehát egyforma részékként bejelölöm őket. És akkor azt mondom, hogy ha nulla volt a kiinduló pontom, akkor minden egyes jelölést egyessel, kettessel, hármassal, négyessel, ötössel sorba fogom jelölni. Kaptam egy félegyenest, amelyiken be vannak jelölve a számok, mind a Mindegyik kettő szám között egyforma a távolság, ez ugyanaz, mint ahogy a természetes számokról elmondtuk, hogy egy különbség van köztük. Ha valamelyik szám ezen a szám egyenesen nekünk fontos és érdekes, adhatunk nekik nevet, mint ahogy itt a hármasnál bejelöltük A-val, az ötösnél bejelöltük B-vel, a kiinduló pontot azt mindig O-betűvel jelöljük, ez az origó kifejezésnek, szónak a rövidítése. Ez egyelőre nem fontos számotokra, az a fontos megjegyezni, hogy általában O a kiinduló pont. Tehát ezeket a pontokat nagybetűkkel jelöljük, és akkor ezekhez az megnevezett pontokhoz tudjuk társítani az értéket. Tehát az A pont a hármason van, a B pont az ötösen van, ezt így írom, ahogy itt mutattuk. A zárójelben, ahogy a hármason van, a B pont az ötös egységnél található. Ezeket a az értékiket pedig a pontjaink koordinátáinak nevezzük. Koordináták, nem tévedés, két ó betűvel írjuk. És akkor nézzünk egy kis feladatot. Kártyákon lévő számokat nagyság szerint növekvő sorrendben rakva, a kártyák alján található betűket összeolvasva egy értelmes szót fogunk kapni megnézzük, hogy mi a feladatunk, tehát mivel itt kisebb jelek vannak, ugye nagyság szerint sorba kell őket rakni, meg kell találnunk a legkisebbet. Hát az előbb, előzőleg már megtanultuk és beszéltünk sokat a helyi értékekről, meg a számokról, látjuk, hogy ránézésre is, hogy a legkisebb szám, a jegyű szám a 88-as lesz, be is írhatjuk legkisebbnek. Következő kettő-három jegyű számunk van, a két-három jegyű szám között el tudjuk dönteni, hogy a 101-es a következő, aztán a 801-es, a két-négy jegyű között is, ott van az 1010, meg a 8101, megvan a sorrendünk, és ha összeolvassuk, el is olvashatjuk a körteszót. Következő feladatunk, hogy keresünk olyan 140-nél nagyobb, de 150-nél nem nagyobb természetes számot, amelyben a számjegyek összege 8. És ez egy mondatban leírt feladat, ahol nagyon fontos odafigyelnünk a szavakra és a szavak jelentésére. Keres olyan 140-nél nagyobb. 140-nél nagyobb az azt jelenti, hogy 140 nem lehet, csak a tőle nagyobb számok jöhetnek számításba el is kezdtük őket felsorolni. 141, 142, 143, és így tovább, de meddig? De 150-nél nem nagyobb. Ha azt mondom, hogy 150-nél nem nagyobb, az azt jelenti, hogy a 150 még benne van a játékban, de nagyobb már nem lehet. Tehát fontosak ezek az apró nüanszok, hogy odafigyeljünk arra, hogy egy-egy szám belekerül a halmazba, vagy sem. Tehát természetes számot, a 150-nél nem nagyobb, amelyben a számjegyek összege 8. Fölírtuk a számításba jöhető számokat, 141-től 150-ig. Meg kell találnom azok, ezek közül azt, ahol a számjegyek összege 8. Számjegyek, azt mondtuk, hogy a számjegyek azok, amikből a számokat összeraktuk, tehát az egyes a 4-es, az egyes es alkotja a 141-et, és így tovább. Hol lesz a számjegyek összege 8? Hát tekintetől arra, hogy majdnem mindegyik egyessel, négyessel kezdődik, ennek a kettőnek összege 5, akkor a 8-hoz még egy hármasa van szükségem, vagyis a 143 lesz a megoldásunk. És most a számegyenesről egy kicsikét vissza, gyakorlatban hogyan használjuk. Meg kell állapítanunk, mely számokat jelölik a nyilak a számegyenesek. Három számegyenes látunk ABC alatt. Mind a három számegyenesnél másmilyenek a felosztások. Ahogy mondtam az előbb, egységszakaszok ugyan, de mindegy, hogy mekkorák. Azon kívül arra kell odafigyelnünk, hogy az elején bejelölt két szám meg fogja mutatni, hogy az, hogy az egységszakasz tulajdonképpen mekkora egységet jelöl. Ebben az esetben 0-1 van, az azt jelenti, hogy 0 és 1 egyenként, egyenként egyessével adtuk meg az egységszakaszokat. Tehát az azt jelenti, hogy ha tovább számolok, hogy a nyilig eljussak, egy kettő 3 kell, hogy ide kerüljön, 4-5-6-7, és így tovább. És így, hogy ne számoljunk végig, eljutunk az első feladat megoldásáig. Mi van a B alatt? Be van nekem jelölve a 0 meg a 10. Az azt jelenti, hogy, és ez két egység után van bejelölve, tehát én nekem az egység szakaszom ötössével. Ötöt ér, ugye, tehát ötössével húztuk meg, akkor pedig a megoldásom az, hogy a 0 és a 10 közt az 5 van, és ötössével számolva tovább megkapom a 40-et, 130-at, és így tovább. Mi a helyzet a C alatt? Nem is látom a számegyenesemnek az elejét, ez csak egy kivágott része, amelyik a 204-től indul. Hát meg van jelölve a 204 meg a 208, az azt jelenti, hogy fogom magam és leszámolom, hogy mennyi van köztük. 205, 206, 207 valóban egyessével van bejelölve, tehát innen számolva tovább eljutunk a megoldásig is. Arra kell nagyon odafigyelni, hogy milyen beosztású az a számegyenesünk. Hasonló feladat, meg kell határoznunk a KLM-en pontok értékeit. Nulla, meg az 5000 van köztük, megnézzük, hogy mi a helyzet, lát, látható, hogy ezresenként van a jelölés, tehát K értéke 2000, L értéke 7000, és így tovább eljutunk könnyen mindegyik értékig hasonló feladat megint össze kell kötnünk. Itt most igazából nagyon pontos értékeket nem is tudunk leolvasni. A 0 meg a 2000 között van egy vonalkánk, ami azt jelenti, hogy ezresenként vannak bejelölve az egység szakaszunk ezretér. Igen ám, de itt a számok között vannak olyan értékek, amik bőven nem, az ezre, nem kerek de akkor is meg tudjuk határozni, hogy hova tartozunk. Ugye az 5000-es valahol a kereken 2, 3, 4, 5 az F betűnél lesz, ez világos, és akkor innen már be tudjuk lőni azt is, hogy a 3519 valószínűleg az E. A vége a mesének pedig a következő, 15 ezer, ez egy kerek, ez pontosan itt kell, hogy legyen a G betűnél, a többit az körülbelül látjuk, hogy hova kell, hogy tartozzon. És ennyi lenne. Mára, köszönöm szépen!